Pesterzsébeten a közgazdasági szakközépiskola és szakiskola Gyöngyvirág néptánc csoportjának bevonulásával vette kezdetét az október 6-ai ünnepség, melyen az aradi 13-akra emlékeztek. Az eseményen Szabados Ákos polgármester az ünnepek fontosságát, összetartó erejét emelte ki elsőként. Engedjék meg, hogy megköszönjem az ez alkalomra szóló meghívásunkat, elfogadóknak a részvételt. Minden ilyen jeles és kevésbé jeles alkalomkor is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a közösséget erősíti és építi az együtt gondolkodás, az együttérzés, és ünnepeink ebben nagyon sokat jelentenek valamennyiünk számára. De sajnos ebben a pillanatban sem vagyunk itt annyian, amennyien szükséges lenne, hogy ezt a fajta együttérzést, együtt gondolkodást még inkább érvényre tudjuk juttatni. Ennek ellenére köszönöm azoknak az oktatási intézményeknek, a pedagógusainak a közreműködését, akik kihozták diákjaikat, és remélem, hogy közösen abba az irányba fogjuk tudni befolyásolni az egyéb intézmények vezetőit és a rájuk bízott diákokat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg rendezvényeinken. Hagyományainkhoz híven, méltósággal és tisztességgel együtt emlékezünk, együtt hajtunk fejet október 6-a alkalmából, és mondunk imádságot mártírjainkért. Még egyszer köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel a mai rendezvényt. Dr. Hiller István a parlament alelnöke beszédében a többi közt az egyik aradi vértanú utolsó leveléből idézett. Drága, imádott Linám, szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem. Látom, ez életem utolsó pillanata. Meg kell halnom. Tehát még egyszer, Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben, utolsó leheletem, Lina, hogy oda át egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled, jó lélek, és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Csókollak, csókolom kedves lányomat, lányodat, Gizellát. Isten veled. Ezek a mondatok, tisztelt pesterzsébetiek, egy tábornok utolsó leírt mondatai. Kemény harcokban edzett katonái. Aki nem félt, ha szembe jött az ellen, nem félt, hogyha meg kellett szervezni a magyarokat, nem tartott, hogyha az országért, a hazáért és a nemzetért ki kellett állni. A legtöbbet adta, amit ember adhat. Az életét. Vécsei Károly tábornok utolsó leírt mondatait idéztem. Azért a nagyszerű emberét, akit egyébként ellenfelei, ellenségei is tiszteltek. Tiszteltek az életben, és félték őt a halála után is. Ezért nem engedték tisztességgel eltemetni. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszonyok, alpolgármester úr, képviselő asszonyok és képviselő urak, kedves pesterzsébetiek és mindenek előtt kedves fiatalok! A mai nap a magyar nemzet gyásznapja. Gyászoljuk a mártírjainkat, gyászoljuk a tábornokainkat, azokat, akik a magyar szabadságért, a mi országunk és a mi nemzetünk szabadságáért harcoltak és haltak meg.
A mártíromság mindig ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy időről időre, évről évre, hiába távolodunk az akkori valóságtól már időben, emlékezzünk, és magunk számára is, lelkünket megerősítve föltegyük a kérdést, mi az, ami egy nemzetet összetart? Miért van, hogy nem egyszerűen emberek sokasága, egy területen élő lakosság, ennél sokkal több, egy egymással értelmi és érzelmi közösségben álló csoport, ember számára a legnagyobb közösség, amelyet átlátni még képes, egy nemzet fiai és lányai. Miért van, hogy bár történjen több tízezer kilométerre egy nagyszerű sportolónk nagyszerű eredménye, bár lehet, hogy személyesen soha nem láttuk, amikor a nemzeti zászlónk fölkúszik a győzelem jelképeként az oszlop árbócra, és halljuk szent dalunkat, a nemzet himnuszát, sokaknak határon innen és határon túl könny gyűlik a szemében. Miért van az, hogy olyan ember teljesítménye előtt, akinek sohasem szorítottuk meg a kezét? Lehet, hogy ahogy eddig nem találkoztunk vele személyesen, úgy ezután sem fogunk. Mégis őt látva, mert közülünk egy, aki képviseli az országot, a nemzetet, hírt, jó hírt, emléket, jó emléket hoz ennek a hazának, azt egy közösség nem csak, hogy teljesítménye előtt meghajolva tiszteli, hanem érzelmeit is kifejezi. Valószínűleg, aki ezt érzi, az ehhez a nemzethez tartozik. Valószínűleg, akinek eláll egy pillanatra a levegővétele ezen a napon, október 6-án, amikor látja a naptárba ezt az egyébként semleges számot, az októberi hónap 6. napját, ez nekünk mást jelent, mint tőlünk északra vagy délre, nyugatra vagy keletre élőktől, legyenek azok szomszédok vagy távoli embertársaink. Azért, mert átérezzük a hőstettet, mert tudjuk, hogy nélkülük és tetteik nélkül nem állhatnánk, nem élhetnénk, és nem tisztelhetnénk őket és társaikat így, magyarként, a magyar hazában, meghajtva a fejünket előttük. Kedves pesterzsébetiek, azért jöttem, hogy elmondjam, és hogy együtt gondolkodjunk. Ne egyszerűen csak néhány percre megállva fejünket hajtsuk, hanem mert megérdemlik, közösen együtt, minden nézet különbségünk és minden nézet azonosságunk mellett és ellenére, hogy közösen gondolkodjunk arról. Egyikük sem készült hősnek. Fiatal emberek voltak. Egyik sem akart mártír lenni. Nem akarta a halált. Vállalta a tettét, büszkén kiállt mindazért, amit csinált, de nem arra készült, hogy itt hagyja ezt a földi valóságot, fiatalon, kisgyermekes családapaként, szerető feleségével az oldalán. Ezért szeretném feleleveníteni az embert, nem egyszerűen a kőbevésett nevű hőst, a tábornokot, akinek nevéről ezt a mi lakótelepünket is elneveztük, és akinek emlékét közös fogadalommal immár több mint negyed évszázada kőbe foglaltuk, ahogy az ősek tették, hogy a legkeményebb,
a kő őrizze a nevét és az emlékét. Mert minden, amit ősidők óta kőbe véstek, annak üzenete, hogy örökkön örökké, és akitől megszabadulni akartak, annak nevét a kőből vésték ki. Őrizzük és akarjuk, hogy a mi hőseink nevei, akiket elődeink és mi kőbe örökítettünk meg, mindörökké ott maradjanak. De a kőbe vésett név nem egyszerűen egy hős, ezért ahogy Vécsei utolsó mondatait elhoztam önöknek, szeretnék feleleveníteni egy ismert, a 13 közüli egyiket, és egy ismeretlent, akinek sorsát épp úgy érdemes ideállítani társai mellé, mint akiknek nevét ma egy nemzet sorolja. Egyetlen utolsó lehelete még szeretett Lizám. A kocka eldőlt, és csak kevés órám marad még a világon, hogy előkészüljek a keserves lépésre. A halál nem volna rettenetes rám nézve, ha egyedül állnék, de a rád és ártatlan gyermekeimre való gondolat, drága Lizám, súlyosan nehezedik a lelkemre. A csapás nem ért készületlenül. Azt hittem, mindenre készen vagyok, és mégis e pillanatban görcsösen vonaglik a szívem arra a gondolatra, hogy téged, legnagyobb kincsemet örökre elveszítelek. Szívesen, ó, milyen szívesen éltem volna, hisz megvolt mindenem. Mindenem, ami boldoggá teszi az életet. Olyan boldog voltam a veled való házasságban, amilyen csak lehet az ember. Rövidre van szabva az idő, melyet még e földön tölthetek. E levelet nem sokára át kell adnom, és nehezemre esik megválni ezektől a lapoktól, hiszen ezek az utolsó szavaim hozzád. Édes drága Lizám, gyermekeim, éljetek boldogon, nem sokára kiszenvedek. Még egyszer köszönet hű szerelmedért, mindenért, amit értem tettél. Istenem, Istenem, nem bírom tovább. Isten veled, életem, mindenem. Gróf Leiningen Veszteburg Károly utolsó sorait hallották. Ez a búcsú levele. Egy gazdag arisztokrata család fiatal sarja. A neve nem csak Magyarországon, hanem német nyelvterületen is ismert. Az angol királyi család közvetlen rokonságában állt. Kivégezték. A hősi tette, a nagyszerű teljesítmény és kitűnően gondolkozó hadmérnök és tiszt a feleségéhez írt utolsó soraiban megmutatja az embert. És végül, kedves pesterzsébetiek, akartam elétek hozni egy olyan embert, akinek neve kevésbé ismert, mint az általunk is emlegetett, kőbevésett 13 év. Mert voltak még. Ezért Pesterzsébet országgyűlési képviselőjeként a Magyar Országgyűlés, az első népképviseleti országgyűlés egy mártírjáról akarok megemlékezni. Szacsvai Imre, tisztelt hölgyeim és uraim, 23 évet élt. Képviselő volt. Ma úgy mondanánk, az országgyűlés jegyzője. Tudják, a jegyzőnek az is a feladata, hogy az országgyűlés egy üléséről, ami alatt ő a jegyzői kötelességét teljesíti, hogyha elkészül a kivonat, ha elkészül a jegyzőkönyv,
akkor a jegyző hitelesíti ezt a jegyzőkönyvet, és ezt aláírja. Van közöttünk, aki ezt a feladatot büszkén gyakorolhatta. Ő egy ilyen előd. Jegyző volt. Az volt a dolga, és teljesítette hűen a kötelességét, hogy a törvény, az aznapi törvény, amikor megszületett, akkor jegyzőként hitelesítette. Aznap, amikor jegyző volt, a függetlenségi nyilatkozatot fogadta el az országgyűlés. Ott a debreceni nagy templomban. Ezért az országgyűlés által meghozott törvényt, amely kimondta a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét, amelyet a képviselők többsége megszavazott, a jegyző tisztségének és feladatának megfelelően esküjéhez híven aláírta. Ez volt a szerepe. Éppen, hogy elmúlt 23 éves. Ezért az aláírásért végezték ki. A beszédeket követően elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait.